Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Táncsics Mihály Alapítvány és a Megújuló Magyarországért Alapítvány közös rendezvényén, amely Karácsony Gergely miniszterelnöki vállalásainak bemutatója lesz. De még mielőtt Gergőnek átadnám a szót, nagyon sokáig fogok visszaélni a türelmetekkel. Először is szeretném köszönteni azoknak a pártoknak a vezetőit, akik itt vannak velünk, az MSZP és a Párbeszéd elnöksége, tagjai, aktivistái, és hát a Karácsony Gergely támogató további pártok, a liberálisok, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a Balpárt, az Európai Baloldal képviselőit, sőt, vannak itt a sorainkban DK-sok, és talán további pártok képviselői, vezetői is, aminek nagyon örülünk, hiszen éppen erről szól ez a mai esemény, hogy aki Magyarország következő miniszterelnöke lesz, az elmondhassa ennek a nem is túl szűk és egyre bővülő körnek, ennek az egyre erősödő szövetségnek, hogy milyen tervekkel vág bele majd a kormányzásba. Külön köszöntöm a Facebookon velünk lévőket, sziasztok! Remélem mostanra már elég sokan becsatlakoztak a közvetítésbe. Osszátok meg kérlek a saját falatokon keresztül is ezt az eseményt, hadd jusson el a videó minél többekhez, hadd lássák, hogy Gergő mit fog mondani nagyjából 10 perc múlva. Mert hogy a mai napnak az a forgatókönyve, hogy én itt elmondok néhány történetet, olyan történeteket, főleg Gergőről, amiket ő sosem mondaná magáról, mert hogy annál szerényebb, vagy cikinek tartja őket, majd meglátjuk. Ezután pedig bemutatjuk a miniszterelnöki kampányfilmet. Itt lesz az ős bemutató, úgyhogy ezért is érdemes maradni. És végül azért átadom a terepet, és Karácsony Gergely elmondja, hogy mik az ő miniszterelnöki vállalásai. Először egy személyes vallomással kezdeném. Otthon nálunk a családban nem nekem a legjobb az orrom a politikához. Nyilván én dolgozom benne a legtöbbet, meg valószínűleg én tudok róla a legtöbbet, de az, aki igazán érzi, hogy mi fog történni a politikában, az a csajom. Akarom mondani, életem párja, számos gyermekem édesanyja, szóval Rita, aki hát mindig megszoktam mondani, hogy állás lesz, és hát sajnos az is lehet. Szóval, hogy már lassan 2 hónapja mondja, hogy így győzelemre kell készülnünk, és ő volt az egyetlen az elemzők és mindenféle okos megmondók közül, aki a hódmezővásárhelyi eredményt is elég pontosan betippelt előre. És akkor azon az egy héttel ezelőtti vasárnap estén, abban a na ugye pillanatban azt mondta, hogy üzennék a Gergőnek egy kérdést, miszerint készen áll-e a kormányzásra, készen áll-e arra ténylegesen, hogy miniszterelnök legyen. És akkor persze megígértem neki, hogy ezt a kérdést továbbítom, oda mentem a Gergőhöz, 4 szem közt, nem volt nyomás, és megkérdeztem, Gergő, készen állsz arra, hogy miniszterelnök legyél? És akkor nagyon őszintén a szemembe nézett, és azt mondta, hogy igen. És olyan megnyugtató volt. De az a helyzet, hogy nem kell sokat izgulniuk, hiszen nem véletlenül miniszterelnöki vállalások ennek a bemutatónak a címe, nem miniszterelnök jelölti, nem ígéretek, hanem Magyarország következő miniszterelnöke mondja el, hogy mi fog történni velünk április 8-a után. Talán persze én is elfogult vagyok, de azért, hogyha megnézitek, hogy Orbán Viktor évértékelője után, amikor mindenki reagált, hiszen ez kötelező kör, kit hoztak címsorban, kinek a reakcióját emelték ki mindenki közül, Karácsony Gergely volt az, és egy független elemző, kommunikációs tanácsadó akkor azt mondta nekünk másnap, hogy na látjátok, most jutottunk el oda, hogy Gergő a csávó. Szóval ő a csávó, a kihívó, és ezt egyre többen látják és érzik. És ezek a pontok, amiket most majd bemutat, ezek vállalások, és nem ígéretek, és nem egy program, hiszen ő az a miniszterelnök jelöltek közül egyedül, aki már bizonyított a gyakorlatban, megmutatta zugló polgármestereként, hogy hogyan lehet más a politika, milyen az a politika, amit ő irányít, vagy amit ő szeretne megvalósítani nem csak egy kerületben, hanem egész Magyarországon. És hát egy elég ingatag politikai helyzetben, stabil többség nélkül, amikor mások belebuknak a polgármesteri tisztségbe, ő példaértékű programokat indított el, és 3 éve már, hogy sikerrel fut a zuglói modell szociális kísérlete, ami már nem kísérlet, hanem mostanra számos konferencia és cikk tanúsága alapján bizonyított tény, hogy a helyben élők biztonságát, jólétét
és munkaerőpiaci esélyeit növelte. És ugyanígy láttuk, hogy egy nagyon megosztott testületben egyből az első ülésen elfogadtatott egy olyan átláthatósági rendeletet, amelynek nincs párja szerte e hazában az önkormányzatok között. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz politikai helyzetben, amilyen őszintén szólva a legjobb esetben is vár ránk 2018. április 8-a után, szóval, hogy ő meg fogja tudni oldani ezt a helyzetet, mert nagyon optimisták vagyunk, tényleg hiszünk a sikerben, de abban, hogy az MSZP párbeszéd egyedül abszolút többséget szerez a Magyar Országgyűlésben, ebben még mi sem reménykedünk. Szóval szükség van másokra, és képesnek kell lenni az együttműködésre, Gergő pedig képes lesz rá. Az átláthatóságról jut eszembe egy nem csak nekünk, hanem nektek is személyes sztori, és bocs, hogy ezzel előjövök, de tavaly nyáron az volt, hogy Gergőjék, virággal, elmentek nyaralni, és kerestek valakit, akire rábízhatják a házat, az állatokat, meg a növényeket. Mi pedig kerestünk egy helyet, ahol nem fővünk meg a 40 fokban, és a gyerekeket ki tudjuk csapni a zöldbe, miközben azért be tudok járni dolgozni. És így találkoztak a kereslet és a kínálat, szóval átvettük egy hétre a házukat, és ez egy nagyon kemény hely. Egy pici, földszintes családi ház Zugló szélén, és a szomszédságában egy 10 emeletes ház húzódik hosszan végig az egész sarok mentén, tehát 120 ablak szegeződik a polgármester házára, és a kíváncsi lakók azok látják, hogy mikor jön és mikor megy a polgármester. Mostanában mondanám, hogy nem látják, mert hogy sötétben indul el, és már sötétben érkezik, de szerencsére ott még nem a miniszterelnök veje intézi a közvilágítást, úgyhogy lehet, hogy mégis látják. És látják azt is, amikor hátul a kiskertben kapál, vagy egyszer gatyában vakarózik. Szóval egy furcsa élmény volt egy pillanatra belehelyezkedni ebbe a nagyon átlátható világba, és Észtország miniszterelnöke jutott eszembe, aki a dolgozószobájával szerelt fel egy webkamerát, hogy az állampolgárok azok folyamatosan lássák, hogy ő a munkaidejében mivel foglalkozik, kivel találkozik, milyen egyeztetéseket folytat. Gergő ezt tovább fejlesztette, tehát ő magánszférájába is gyakorlatilag beengedte az állampolgárokat. És hát emellett volt még egy másik érdekes élményünk ott, meghívtuk a barátainkat egy kis kerti sütögetésre, és az egyik srác azt mondta, hogy na hát, itt lakik a polgármester, ez nem egy kacsalábon forgó palota, ez egy egészen közönséges, régi, bájosan lepukkant családi ház, és hogy ez őrület, hogy egy politikus, aki nem azzal kezdi, hogy hatalmas birtokot vásárol magának, kasztélyt épített, és autóflottát húz fel maga köré, és azt mondta, hogy eddig szimpatikus volt, de most már szavaznék is rá. És rájöttem, akkor jöttem rá, és már érlelődik bennem egy ideje a gondolat, hogy az egész politikában az emberi tényező a legfontosabb. És hogyha valaki nem a pénz és nem a hatalom által mozgatva, hanem tényleg a belső meggyőződés által vezérelve indul bele ezekbe a napi küzdelmekbe, akkor érdemes rábízni a hatalmat. És az egész történet, amit most már itt 10 éve figyelek, testközelően 8-9 itt Gergővel kapcsolatban, az erről szól, hogy sose kereste ezeket a lehetőségeket, és mindig megtalálták, sőt, rá tukmáltuk. Tehát emlékszem, mennyit kellett könyörögnünk, amikor 2009-ben behúztuk nagy nehezen, hogy építsünk fel egy új politikai alternatívát. Hogy alakult úgy, hogy miközben a szágában nem volt beülni 2010-ben a parlamentbe, de valami befutónak már nem is számító hely körül kitört egy kis vita, és mindenki azt látta jónak, hogy akkor egy annyira konszenzusos ember, mint ő legyen azon a helyen. Tehát, és aztán folytattuk 2014-ben, amikor Jávor Benedek európai parlamenti képviselő lett, és előtte dobálták egymásnak, mint a forró krumplit a Párbeszéd társelnökségét, akkor megint csak kénytelen volt átvenni, és hát tavaly, amikor miniszterelnök jelölté választottuk, az is egy hosszú-hosszú udvarlás volt, hogy Gergő, léci, ezt neked kell csinálnod. És ugye ismerjük a hangfelvételt, és van elég dolga Zuglóban, nem hiányzik ez neki, de elvállalta, csinálja, keményen belállt, és most itt van, itt vagyunk, és ott tartunk, hogy bemutathatjuk a legesélyesebb kihívónak a kampányfilmét. Tehát kérlek, szeretettel tekintsétek meg Karácsony Gergely miniszterelnöki kampány videóját most.
Hosszú utat tettem meg egy nyírségi kis faluból, míg polgármester lettem Budapesten. Az maradtam, aki voltam. Én biciklivel járok dolgozni, és miniszterelnökként sem fogok a várba költözni. Egy olyan országot szeretnék, ahol ez a természetes. Ahol azoknak kell magyarázkodni, akik kormányon lettek milliárdosok. Magyarországon sok mindent meg kell változtatnunk. Az nem lehet, hogy csak a fideszesek gazdagodjanak, és véget kell vetni a gyűlölködésnek. Olyan vezetőkre van szükség, akik nem uralkodni, hanem szolgálni fognak. Itt vagyok, készen állok, gyertek velem, és változtassuk meg közösen Magyarországot. Ezt meg kellett volna beszélni. Szia, Gergő! Szia, Bence! Én örülök, hogy itt vagy, és most már együtt örülnek velünk a nézők, és az ATV nézői is, hiszen ettől a pillanattól kezdve kicsit összebb kell húzódunk, mert néhány százezer ember csatlakozott hozzánk. Köszöntjük őket is, nem üdvözlök még egyszer a kedvükért mindenkit, de azt el kell mondanom, hogy itt vagyunk Karácsony Gergely miniszterelnöki vállalásainak bemutatóján, a Táncsics Mihály Alapítvány és a Megújuló Magyarországért Alapítvány rendezvényén. Én Tordai Bence vagyok, és már csak egy pár percre rabolom a türelmeteket, addig, amíg Gergőnek felteszek néhány kérdést, illetve megosztok néhány jó és rossz hírt, most már leginkább az ATV nézőivel. Az első jó hírem az, hogy eddig nem nagyon vesztettek semmit, hiszen leginkább én beszéltem, kizárólag én beszéltem. Egy veszteség van, és ez a rossz hír, hogy most mutattuk be Karácsony Gergely miniszterelnöki kampányfilmét, amit a törvényi szabályozás miatt sajnos az ATV nem közvetíthetett, de, és akkor itt a jó hír, a Facebookon keresztül, Karácsony Gergely Facebook oldalán keresztül ez az adás is, a kampányfilm is, és még több tucat videó elérhető. Úgyhogy egyébként is kérem, hogy Magyarország legdinamikusabban növekvő Facebook oldala, amely az elmúlt 3 hónapban több mint duplájára nőtt, szóval, hogy ezt keressétek, megkeressék meg, és Karácsony Gergely Facebook oldalán keresztül tartsuk a kapcsolatot, és nézzétek meg a videóinkat. Most ez a film ugye vicces volt, mert hogy ott voltál te a falon, és aztán itt voltál a földön, és lejöttél a falvédőről tulajdonképpen. Ha, kínos szó itt. De 2010-ben tényleg sokan úgy néztek ránk, mint akik most jöttek le a falvédőről. Mi változott azóta? Még mindig találkozol ezzel az előítélettel? Vagy mit tanultál, miben fejlődtél azóta leginkább? Amikor 2010-ben politikus lettem, akkor hittem abban, hogy lehet más. De nem gondoltam, hogy ez a más, az azt jelenti, hogy sokkal rosszabb. Eltelt 8 év, ami Magyarország hosszú évtizedek óta mér történelmének legrosszabb 8 éve volt, és ez egy komoly felelősség nekünk, politikusoknak, és mindenkinek, aki Magyarországon fontosnak érzi az ország jövőjét, hogy újra gondoljuk azt, hogy honnan jöttünk, és hogy mi a dolgunk. Szerintem nekem az a dolgom, hogy szövetséget építsek. Az a dolgom, hogy reményt adjak, és az a dolgom, hogy elmondjam azt, hogy milyen országban is élhetnénk. Nem csak egyszerűen arról szeretnék beszélni, hogy, mert ezt mindenki pontosan tudja, hogy az a rablóbanda, aki most kifosztja az országot, az nem méltó a bizalmunkra. Arról szeretnék beszélni, hogy amikor azt mondjuk, hogy lehet más, akkor legyen egyértelmű, hogy az lehet sokkal jobb. Erről a jövő Magyarországáról szeretnék beszélni, abban a 10 vállalásban, amire a bizalmát kérem a választópolgároknak. Szintén a filmben volt, hogy egy kis faluban töltötted a gyerekkorodat, vidéki városban voltál fiatal, és aztán kerültél Pestre, és én ezt megrögzött pestiként, tőzsgyökeresként nem nagyon értem, és nem nagyon látom, hogy ez mit jelent számodra, és mit tesz hozzá ahhoz, hogy ennyire átfogóan lásd a magyar társadalom aktuális problémáit. Hát igen, az én életrajzom az nagyon sok szempontból determinálja azt, hogy mi az, amit én mondani tudok, mi az, amiben én hinni tudok. A 80-as években voltam gyerek egy olyan családban, amit egy anyuka egyedül nevelt. 4 gyereket. És ma mind a 4-en egyetemet végzett boldog felnőttek vagyunk, és ez a kis falu a Nyírségben van. Tóbiás Jóska a szomszéd faluban nőtt föl. Ezért van bennünk valami közös, amiről nem is tudtunk, valami nagyon hasonló karakter. És utána bejártam nagyon sok mindent, és nagyon sok fajta élethelyzetet, és végülis társadalomkutató lettem. És ezt a kutatói létet
kezdte ki az élet, amikor azt láttam, hogy nem lehet a világot már csak szemlélni. Nem lehet beletörődni abba, hogy úgy élünk, ahogy adva van, ahelyett, hogy úgy élnénk, ahogy megérdemelnénk. És én úgy érzem, hogy tartozom ennek az országnak. Van egy adósságom efelé az ország felé, és ez nem abban fog testet ölteni, hogy nyírtassa is megy majd Kisvasút, ne értsék félre, hanem leginkább abban, hogy én tudom, hogy honnan jöttem, és nem is szeretném elfelejteni. Azt szeretném, hogyha olyan országot építenénk, ahol egy nyírtasi özvegyasszony 4 gyerekkel tud boldog jövőt adni a gyerekeinek. Azért állok ilyen messze, mert kellemetlen lenne közel menni, és nem irigylem Orbán Viktort. Elképzelem azt, hogy álltok egymás mellett egy vita helyzetben, és akkor így kell rád felnéznie, ami kellemetlen. De hogy azért nem volna rossz, hogyha mégis kiállna vitázni, és ezen a héten indítottál ugye egy akciót, egy sorozatot, amiben egyrészt már több formában vitára hívtuk Orbán Viktort, másrészt kérdéseket intézel hozzá, hogy mik lennének azok, amikre neki egy ilyen vitában mindenképpen válaszolnia kell. Hogy áll ez a helyzet? Látsz bármi reményt? Az az érdekes, hogy operatőrök tudják, amikor én interjút adok, akkor most már teljesen automatikusan terpeszbe állok, mert nem tudják a statívot olyan magasra fölhúzni, amilyen magasan vagyok. Ezt üzenem a miniszterelnök is, hogyha neki ez kell, akkor szívesen tárgyfeszállásba is vitatkozom vele. De azt gondolom, hogy rossz poén, de szívesen nem megyek a szintjére, ezt is elmondhatnám. De én azt gondolom, hogy az, aki hisz az igazában, aki azt gondolja, amit mond, az úgy is van, és az valóban az országot építő elképzelés, az vállalja a vitát. Az, aki azonban pontosan tudja, amit mond, az nem igaz. Hogy minden, amit tesz, az hazugság, szemfényvesztés és félrevezetés, az nem már kiállni vitatkozni, mert fél, hogy le fog bukni. Az csak azt csinálja, hogy csak a saját közönség előtt beszél, csak a saját újságíróinak enged kérdéseket föltenni, csak abban a világban bezárva él, ahol a hazugságai nem lepleződnek le. Ez a világ ma egyel kisebb, de Orbán Viktor nem mer ebből a világból kilépni, mert olyan, mint ha új ember kimenne a napra, egyből elolvadna. Ezzel együtt is, és jön a tavasz. Ezzel együtt is én nem adom föl ezt a küzdelmet, és minden nap bombázni fogom egy kérdéssel a miniszterelnököt, minden nap felteszek egy kérdést, ami olyan kérdés, amit bármelyik magyar állampolgár feltehetne neki. Például azt a kérdést, hogy mikor fognak mondjuk a magyar orvosok annyit keresni, mint a románia orvosok. Mondjuk legyen ma ez a kérdés, ugyanis Romániában március 1-től meg 4-szerezték az orvosok fizetését. Leállt az az elvándorlás, ami az orvosi szférában Romániában, Magyarországon is jelen volt, és ma hát tulajdonképpen Románia egy sokkal perspektívikusabb hely, mint Magyarország, ami hát elsősorban azért van, mert mi lecsúsztunk hozzájuk képest. Szóval az a lényeg, hogy ha nem fog vitázni, akkor mindenki számára világos lesz, hogy egy gyáva ember, egy szemfénymessző, aki nem mer kiállni az igazáért, mert a lelke mélyén pontosan tudja, hogy amit mond, abból egy szó sem igaz. Ugye programjuk nincs, tehát programvitát nem folytathatunk. 2014-ben azt mondta a miniszterelnök, hogy folytatjuk. Most azt mondja, hogy Soros, bár volt egy kis elbizonytalanodás ebben, de ez az együgyű kampány és ez az együgyű kormányzás, ez talán, ahogy mondani szoktad, csak alternatívája van, mert hogy kormányzás nem folyik. De az a helyzet, hogy nem csak úgy véletlenszerűen vannak elpötyögtetve alternatívák, hanem mostanra egyre többen érzik, azt gondolom, hogy tényleg itt egy alternatíva emelkedik ki a mezőnyből, és egyre többen várják azt tőled, hogy elmondd, hogy milyen lesz Magyarország a választás után. Úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy mondd el, mit válasz a kormányváltás után. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm Bence a bemelegítő jó szavakat. Valóban én azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk arról, hogy milyen lesz a jövő Magyarországa, mert nem hiszek abban, hogy elég csak nemet mondani valamire. Nem hiszek abban, hogy a magyaroknak 2018. április 8-án újra elég az, hogy valakit elzavarnak. Nem hiszem azt, hogy jövőkép nélkül meg lehet változtatni az országot, már pedig az országot meg kell változtatnunk. Az csak az első lépés, hogy Orbán Viktor kormányát leváltjuk. A második lépés, és ez a fontosabb, és ehhez kellenek világos vállalások, hogy egy új hazát, egy új közös országot építünk magunknak. A mai nap nagyon sok mindenről fogok beszélni, és viszonylag nehéz a politikában összetett, bonyolult dolgokról beszélni, mert annyira elbútították már a magyar közéletet, hogy nehéz kimondani
az igazság apró részleteit. De adok egy bankót ahhoz, hogy értsék, hogy mit akarok mondani. Ennek a 10 pontnak, ennek a 10 vállalásnak, amit elmondok, minden egyes része, minden egyes betű, minden egyes szó egy dologról szól. Ez pedig a remény. A remény arra, hogy az emberek visszaszerezhetik a hatalmat a politika felett. Arról szól, hogy az emberek megkapják a reményt, hogy visszakapják a hatalmat a saját sorsuk felett. Egy olyan Magyarországról szeretnék beszélni, és egy olyan Magyarországért szeretnék április 8-án dolgozni, ami nem csak az elmúlt 8 évvel szemben jelent alternatívát, hanem számba veszi azt, hogy az elmúlt 30 évben mi történt velünk, és megnézi azt, hogy mit csináltunk jól, és mit csináltunk rosszul. És megnézi azt, hogy hogyan kellene élnünk egy olyan átalakuló világban, ami körülvesz minket. Hiszen ne felejtsük el, az elmúlt 8 évben nem csak Magyarország változott meg a hátrányára, hanem az egész világ átalakult. És hogyha Magyarország nem akar vesztese lenni ennek az átalakulásnak, akkor nagyon világos jövőképpel kell rendelkezünk ahhoz, hogy ennek az átalakulásnak Magyarország ne a vesztese, hanem a győztese legyen. Minden egyes gondolat, amit most már el fogok mondani, az arról szól, hogy a gyengék hogy lesznek erősebbek. Hogy hogyan emeljük föl azokat, akik leszakadtak. Hogy hogyan adunk reményt a reménytelenségben, hogy hogyan hozunk fényt azoknak az embereknek az életébe, akik az élet árnyékosabb oldalára születtek. Ahova én is születtem annak idején. És tudom, hogy egy olyan társadalom, ami segíti a leszakadókat, az képes mindenkiből kihozni, ami benne van. És Magyarországnak szüksége van minden magyar ember tehetségére. Az elmúlt 8 évben Magyarország ketté szakadt egy nagyon szűk, pici elitre, ami elképesztően sokat nyert az elmúlt 8 évben. És egy magárhagyott társadalomra, ahol lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy egy picit jobban megy az élete, de a társadalom túlnyomó többsége is, hosszú távon azt gondolom, mindannyian ennek a folyamatnak a vesztesei voltunk. Azt is mondhatnám, hogy Magyarországon az egy vőre jutó jövedelem az csillagászati, de az egy főre jutó jövedelem az még mindig nevetségesen alacsony. A dolog, amit képviselni akarok az elkövetkező napokban, és majd megválasztott miniszterelnökként, az roppant egyszerű. Hogyan lehet a hatalom embereivel szembe az emberek hatalmát állítani, és hogyan lehet a gyengéknek erőt adni? Vegyük akkor az első vállalásomat. Muszáj ezzel kezdenünk, és tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ez demagógia. Sokan azt mondják, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Egyébként lesz még néhány pontom, amire sokan azt fogják mondani, hogy nem lehet megcsinálni. De szerintem pedig meg kell. Az elmúlt időszakban néhány ember, tulajdonképpen a két kezünkön meg tudnánk számolni, elképesztő vagyonokra tettek szert. Ezek között az emberek között egyetlen egy közös tulajdonság van. Egyetlen egy. Nem az, hogy tehetségesek. Nem az, hogy okosak, okosabbak, mint Zuckerberg. Egy dolog közös bennük, mindannyian Orbán Viktor barátai vagy családtagjai. Magyarországon 2018 után nem lesz igazság akkor, ha nem tudjuk fölnyitni azt a kérdést, hogy a lopott vagyon az visszajár. Az első vállalásom az, hogy létrehozunk egy antikorrupciós ügyészséget, föltárjuk az elmúlt 8 év összes mutyiját, és ha azt találjuk, hogy közpénzből magánvagyonok jöttek létre, és ezt a bíróság bizonyítani tudja, akkor egy nagyon egyszerű dolgot fogunk csinálni, ami ma is benne van a BTK-ban. Úgy hívják, hogy vagyonelkobzás. Nem kell ettől félni. Ez kifejezetten jogállami módszerekről beszélek. Nem arról, hogy jönnek az új államosítók, vagy a új Rákosi rendszer. Ugye Gőgő Zoli barátommal ezt kaptuk meg valamelyik egységsugorú fideszestől. Nem államosításról beszélek, arról, hogy visszaadjuk a magyar embert az, ami az övék volt. És egyébként mindent meg fogunk tenni azért, hogy a korrupciót felszámoljuk ebben a hazában. Szakértő becslések azt mondják, hogy évente nagyjából 500 milliárd forint folyik el közpénz, magyar és európai adófizető közpénze a korrupciós csatornákon. Ha csak az elmúlt 5 évet nézzük, és mondjuk 20 000-eseket rakunk egymásra, tudják, hogy ez mekkora pénzhegy? 15 kilométer. 15 kilométernyi 20 000-est loptak el az elmúlt 5 évben. Ez a pénz hiányzik az egészségükből, az oktatásból, a szociálpolitikából.
Amikor arról beszélünk, hogy a politika szolgálat nagyon egyszerű dolgot szeretnék vállalni. Nem fogunk lopni. És nem hagyjuk azt sem, hogy mások lopjanak. És amit elloptak, és visszajár, az bizony vissza kell venni, és társadalmi tulajdonba, társadalmi vissza kell adni az embereknek azt a pénzt, amit elvettek tőlük. Enélkül nincs igazság, és igazság nélkül nem lesz stabil ez a demokrácia, amit építeni akarunk. Ez tehát az első vállalás. A második vállalás, és ez is tudom, hogy vitákat fog fölnyitni. Nekem van egy tanácsadó testületem, ahol ezt felvetettem, és óriási vita volt belőle, de aztán mégis megállapodtunk, hogy valami irányba kell mennünk. Ugyanis az a pénz, amit elloptak tőlünk, azt részben az európai adófizetők pénzéből lopták el. Van képük ahhoz, hogy pocskondolják az Európai Uniót, hogy nem válaszolnak a francia köztársaságelnök levelére, amikor az Európai Unióval kapcsolatosan kér tanácsokat, de a pénz az persze jó. Ma Orbán Viktornak az EU-s pénzek nagyjából olyan, mint Putyinnak az orosz gáz. Hogy egy rosszul működő, nem hatékony gazdaságot tud vele finanszírozni, és ezáltal tulajdonképpen az embereken uralkodni. Ha nem tudunk hozzányúlni ahhoz, hogy az EU-s pénzeket jobban költsük el, akkor Magyarország végleg le fog szakadni. És én nem csak arról beszélek, hogy a pénzt nem ellopni kell, hanem a pénzt oda kell vinni, ahol jó helyen van. Mert lehet, hogy a felcsúti vasútnál nem loptak egy fillért se, bár, hogy mondjam, rendkívül jó indulatú vagyok. De hogy pénzkidobás volt, az biztos. Lehet, hogy mondjuk vannak Magyarországon reumás lovak, nem tudom, és hogy kell 2-3 milliárd forint ugye termálvizes ló rehabilitációra, amit ráadásul kimondani is marha nehéz most, hogy így próbálom sok benne az R betű. Low wellness, köszi Tóbi. De az biztos, hogy ez a pénz máshonnan sokkal jobban hiányzott. És tudom, azt mondják, hogy nem lehet az embereknek ezt a pénzt odaadni, de én azt mondom, hogy próbáljuk meg. Mondok néhány példát. Az Európai Unió óriási összegeket szánna arra, hogy a magyar háztartások energiahatékonysági felújítását támogassa. Amikor arról beszélek, hogy a fideszes elit helyett az embereknek kell adni az EU-s forrásokat, évente több mint 1000 milliárd forintról van szó, akkor például erről beszélek. Vagy nem tudom, tudják, hogy Barcelonában a barcelonai önkormányzat alapjövedelmet ad, állampolgári jogon járó alapjövedelmet ad EU-s pénzből a barcelonai embereknek. Vagy tudják-e azt, hogy hány helyen használták föl, végre humántőke fejlesztésre kell fordítani. Az, amiből Magyarországon... Az, amiből Magyarországon nincs hiány, szökőkutak, díszburkolatok, kisvasutak, rengeteg olyan példát tudnánk mondani, amikor valami épült, és mivel úgy vagyunk az EU-s pénzekkel, hogy azt úgy hozzánk vágták, ezért nem vagyunk ebben olyan szigorúak. Legyünk szigorúbbak, és használjuk arra, amire kell. Márpedig ma Magyarországnak és az egész kelet-közép-európai régiónak nincsen nagyobb szüksége, mint az oktatásban, az egészségügybe, a képzésre, az emberek életminőségének a javítására való beruházásra. Erre fogjuk használni az Európai Uniós pénzeket. És akkor beszéljünk azokról a témákról, amelyek részben a visszaszerzett vagyonból és az okosabban használt európai uniós forrásokból lehetővé teszik azt, hogy egy sokkal igazságosabb társadalmat építsünk. Az egyik nagy igazságtalanság, ami az elmúlt 8 évben történt Magyarországon, az a nyugdíjasokkal kapcsolatos. Az elmúlt 8 évben, bár a kormány mindent elkövetett, hogy tönkretegye a magyar gazdaságot, de mivel az európai gazdaság növekszik, ezért Magyarországon is elindult egyfajta bérnövekedés. Elindult egyfajta gazdasági növekedés. Mit kaptak ebből a nyugdíjasok? Nagyjából semmit. Azzal cseszegetnek minket folyton, hogy a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat. Szeretném mondani, hogy ő adta oda annak idején, de a másik az, hogy a múlt héten volt az, hogy a parlamentben leszavazták az, hogy legyen újra 13. havi nyugdíj. Mint ahogy leszavazták az összes olyan javaslatunkat, ami arról szól, hogy amikor jól megy a gazdaság, és növekszenek a bérek, és van prosperitás, akkor ebből a nyugdíjasoknak is részesednie kell. Leszavazták az összes olyan javaslatot, ami arról szól, hogy a krónikus betegségben szenvedőknek, akiknek óriási gyógyszerkiadásaik vannak, kapjanak ehhez valamilyen támogatást. Leszavazták a tűzifa programot, hiszen ne felejtsük el, hogy nagyon sok ember fagyott meg ezen a télen a saját lakásában, köztük jellemzően egyedülálló idős emberek, akik sem szociális tűzifa programot, sem gázár támogatást nem kaptak az elmúlt időszakban. Igazságot kell tennünk a nyugdíjrendszeren belül is, hiszen bár 10 éve a minimál nyugdíj összege nem növekedett,
Közben létrejött Magyarországon a milliómos nyugdíjasok klubja. Sok ember van Magyarországon, aki több millió forintos nyugdíja van. Nem gondolom, hogy ez igazságos. Össze kell tolni az ollót, és mi azt vállaljuk, hogy megszüntetjük a luxus nyugdíjakat, fölemeljük az alapnyugdíjaknak kétszeresére, és a 100 000 forintnál kisebb nyugdíjakat egy nyugdíjkorrekciós programban fokozatosan felzárkóztatjuk. Ez tehát a második vállalásom, igazságos nyugdíjrendszert minden magyar nyugdíjasnak. A harmadik vállalás, amit szeretnék elmondani önöknek, bizonyos szempontból talán az egyik legfontosabb, hiszen ha megkérdezzük az embereket, hogy Magyarországon mi a legnagyobb probléma, mi az, ami mindenképpen változtatni kell, mi az, ahol nagyon rossz irányba mennek a dolgok, az az egészségügy. Ez a nyugdíjasokat is érinti, de azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. Látjuk folyamatosan azokat a híreket, hogy emberek halnak meg a sürgősségi ellátáson. Látjuk azokat a híreket, amelyek arról szólnak, hogy az emberek bemennek a kórházba, és ahelyett, hogy az egészségügy javulna, sokszor kórházi fertőzésben, vagy valamilyen másokból az életüket vesztik. Látjuk azokat a statisztikákat, hogy Magyarország hogyan szerepel mondjuk a rákos megbetegedésekben. Lehet tudni azt, hogy a rákos betegség otthozta halálozásban Magyarország az első helyen áll. És hol áll az utolsó helyen, vagy az utolsó helyek egyikében az, hogy mennyi pénzt költünk egészségügyre. Az elmúlt 8 évben csillagászati összegeket vettek ki a magyar egészségügyből. És tudom, hogy ellenzéki politikusnak pénzt ígérni a legkönnyebb dolog, de én csak annyit szeretnék kérni, hogy amit az elmúlt 8 évben kivettek, azt szép fokozatosan tegyük vissza, és érjük el azt, hogy Magyarország legalább az Európai Uniós átlagnak megfelelő szintet költi a saját nemzeti jövedelméből az egészségügyi kiadásokra. Ez a második vállalásom. Komáromi Zoli barátomat keresem, itt van valahol, aki a... Szia Zoli! Aki ott ugye a nemzetházi orvosának neveznek, és azért nagyon fontos, hogy ő az egyik vezető egészségügyi szakpolitikusunk, mert pont az alapellátásban, a háziorvosi ellátásban van a legtöbb probléma. Rengeteg olyan körzet van, ahol évek óta nincsen házi orvos. Miközben a jól működő egészségügyi rendszereknek egy nagyon fontos jellemzője, például a svájci egészségügynek egy nagyon fontos jellemzője, hogy az alapellátás van nagyon erősen megerősítve. Az alapellátás képes arra, hogy kiszűrje azokat a betegségeket, amiket idejében észrevéve az emberek életét meg lehet hosszabbítani, és képes arra, hogy levegye a túl nagy terhet a járóbeteg ellátásról és a fekvőbeteg ellátásról. Zolival egy olyan programon dolgozunk, aminek az erős pillére a háziorvosi ellátás, ez az alapellátás lesz, hogy csak azoknak kelljen tovább menni a járóbeteg ellátásra, akiknek valóban szükségünk van rá, és megpróbáljuk a lehető legjobban helyben kezelni a problémát, és ami nagyon fontos, ahhoz, hogy az egészségügy ne csak betegségről szól, hanem valóban az egészségéről, ehhez azokat a népegészségügyi szűrőprogramokat fel kell pörgetnünk, amit az elmúlt években sajnos elmaradoztak, mert akkor tudjuk megmenteni az embereket, ha idejében tudjuk, hogy baj van. Ebben a programban nagyon számítok a Zoli segítségére, a Nemzet Háziorvosának a segítségére, hogy csináljunk egy olyan egészségügyet, ami valóban a nemzetről szól, és hogy gátot vessük annak a folyamatnak, hogy kialakul egy első osztályú egészségügy, egy magánegészségügy, amit csak azok tudnak megfizetni, akiknek van megfelelő jövedelmük ehhez, és kialakul egy alulfinanszírozott és bizony rossz minőség egészségügyi ellátás, ami meg marad mindenki másnak, akinek nincs pénze. Volt egy olyan szlogán, hogy az egészség az nem lehet üzlet. Ma szeretném mondani, hogy óriási üzlet nagyon sok embernek, akik magánegészségügyi szolgáltatásokat hoztak létre, és ha megnézzük ezeknek a tulajdonosait, mind fideszes. Csak nem véletlen, ugye? Csak nem, de nyilvánvaló, hogy ez nem véletlen. Nyilvánvalóan arra játszanak, hogy szűkítik az egészségügyi hozzáférést, a jó minőségű egészségügyet, és kimenekítik a saját embereiket a magán ellátásba. Ez az, amit meg fogunk állítani, és egy mindenki számára hozzáférhető, magas színvonalú, és az egészségügyi béremélések után remélhetőleg egyre inkább hálapénzmentes egészségügyet fogunk létrehozni. Ez tehát az egészségügyek kapcsolatos vállalásunk. Most szeretnék egy személyes elfogultságot bejelenteni, mert az oktatás talán az az ügy, ami legközelebb áll hozzám. Van egy olyan terminus technicus, hogy politikus feleség, szeretném mondani, hogy én pedagógus férj vagyok.
két gyerekem van, aki iskolában jár, az egyik gimnazista, másik általános iskolás, és én magam is tanítottam egyetemen nagyon sokáig. És pontosan tudom a saját gyerekkoromból, hogy az oktatás a legfontosabb, ami kihozhatja belőlünk azt a tehetséget, amivel minket megáldott a Teremtő. De ez nem megy magától. Ez nem megy akkor, hogyha nincsen segítőkész, ha nincsen egy jó tanár, aki felfigyel annak a gyereknek a tehetségére is, akinek nem biztos, hogy a szülei olyan sok iskolába jártak, és nem biztos, hogy olyan sok könyv van otthon, amit olvashatott. Van egy olyan mondás, Szent György Albert mondta, hogy nézd meg a mai iskoláját, és meglátod, hogy milyen lesz a jövő. Ha megnézzük a mai iskoláját, akkor egy borzasztó jövő tárul a szemünk elé. Egy olyan korban ráadásul, ahol a tudás és a tudáshoz való hozzáférés végtelenül fel fog értékelődni. Nem lesz fontosabb tőke, nem lesz fontosabb erőforrás, amit az embereknek a kezébe adhatunk, mint az, hogy képesek megállni a munkaerőpiacon, egy változó világban, egy olyan világban, ahol a kétkezi munka egyre inkább robotok által lesz elvégezve, és ahol az emberi fej az lesz a legfontosabb, ami előre viszi a gazdaságot és előre viszi az egyént. Egy ilyen világban az az oktatáspolitika, amit az Orbán rendszer csinál, ami szűkíti a hozzáférést, és ahol Parag László, ez az ostoba csempekereskedő, arról beszél, mert erről van szó. És bukott csempekereskedő, arról beszél, ez az észkombány, nem tudok mit mondani, hogy az a baj, hogy a polgármesterek nem zártak be elég középiskolát. Ugye, azt most hagyjuk, hogy a nagy oktatási guru tudhatná, hogy a polgármesterek, így van itt néhány, itt van Vitinkov Tamás barátom például, a polgármesterek nem tudnak iskolát bezárni, mert elvetett tőlük a kormány. Ugye ez az egyik probléma. A nagyobb probléma az, hogy ma a kormánynak arról kéne beszélnie, hogy minden fiatalnak lehessen érettségie. Ami ma az érettségi, az az, ami 30 évvel ezelőtt az elemi iskola volt. És ami 30 évvel ezelőtt az érettségi volt, az ma a diploma. Pontosan tudjuk Széchenyitől, hogy mit jelent a kiművelt emberfők országa. Pontosan tudjuk azt, hogy hogyan csináltak a finnek csodát a saját oktatási rendszerükkel. Pontosan tudjuk azt, hogy minden sikeres ország, amit az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben hátulról előre tört, azok az utolsók, akikből elsők lettek, mind kizárólag az oktatásnak köszönhetik ezt. És mit csinál erre Orbán Viktor? Megpróbál kalapácsot adni azoknak a gyerekeknek a kezébe, akik egy olyan világban lesznek felnőttek, ahol már nem lesznek kalapácsok, hanem robotok lesznek, amiket programozni kell, ahol szolgáltatások lesznek, ahol okosan, kreatívan kell az emberek igényeit kielégíteni. Egy olyan világ felé megyünk, ahol az oktatás lesz a legerősebb útravaló, amit a gyerekeinknek adhatunk. Amikor a magyar kormány szándékosan elveszi a tudáshoz való hozzáférés lehetőségét, és évente 25 ezer fiatalt küld ki az életbe úgy, hogy gyakorlatilag nem tudnak írni és olvasni. Amikor bevezeti a tandíjat, mert beszéljünk őszintén, Magyarországon tandíj van. Bécsben lehet bárkinek ingyen tanulni, Budapesten nem. Akkor azt csinálja a magyar fiatalokkal, mint Horthy a magyar hadsereggel, amikor elküldte őket Szibériába, téli fagyba, téli ruha nélkül. Nagyjából így küldi a magyar fiatalokat a jövőbe. Ezen kell változtatnunk, ezért a következő vállalásom az, hogy egy átfogó oktatási reformot fogunk végrehajtani. Visszapótoljuk az oktatásból elvett milliárdokat, ingyenessé tesszük az első diplomát, csökkentjük a tananyagot, nagyon fontos, a legsikeresebb oktatási reform egyik vezető szakértője, egy finn kutató mondta, hogy minél több dolgot akarsz beletukmálni a gyerekek fejébe, annál kevesebb marad meg benne. Meg kell becsülnünk a pedagógusainkat, főleg az álláskereső pedagógusokat, hiszen akkor meg tudjuk adni a tanári szakma becsületét. És igenis, tanárnak lenni Magyarországon karrier lesz. Nincs jobb mutatója egy ország sikerességének, mint az, hogy mennyire becsüli meg azokat az embereket, akik a gyerekeikkel foglalkoznak. Nincs jobb mutató annál, mint hogy mennyit keres egy pedagógus ahhoz, hogy egy ország mennyire sikeres. Tegyünk mi is csodát, mint hogy a finnek megtették 30 évvel ezelőtt, és ma a világ leggazdagabb és legboldogabb népe. Legyünk mi is azok az oktatáson keresztül. Ez a következő vállalásunk. Van még egy dolog, amiben nagyon le vagyunk maradva. Ez pedig a magyarországi bérek. Én tudom, hogy az elmúlt években elindult egyfajta bérnövekedés. Na, nagyon fontos tudni, hogy ez a bérnövekedés azért van,
mert a magyar munkavállalók hiába kicselezték őket, hiába törték meg a szakszervezeteket, hiába próbálták őket megosztani és kizsákmányolni, egyszerűen föllázottak. Egy részük elment külföldre dolgozni, mások pedig azt mondták, hogy ennyi pénzért nem dolgozunk. És elindultak Magyarországon a bérek fölfelé. Nagyon jó, sikerült elérnünk a bolgár minimálbért Magyarországon. Éppen néhány héttel ezelőtt jelent meg egy statisztika arról, hogy mekkora a minimálbér az európai országokban, és ott vagyunk az utolsók között. De egyben elsők vagyunk, ugyanis ezek a bruttó minimálbérek. Ugyanis Magyarország világ első abban, hogy mennyire adóztatja meg a legkisebb jövedelmeket. Az ős bűnről beszélek, az egykulcsos adóról. Az egykulcsos adó egy olyan politikai felfogás, amiről azt gondolom, hogy értelmes ember még vitatkozni sem hajlandó. Ez arról szól, hogy az, aki egyébként nagyon keveset keres, annak ugyanolyan mértékben kell adóznia, mint aki egyébként vagy a saját szerencséjének, vagy éppen az apósának köszönhetően nagyon sokat keres. Ez arról szól, hogy ugyanannyi elvárható egy ápolónőtől, aki hazavisz mondjuk nettó 80-90 ezer forintot, neki ugyanolyan mértékben kell hozzájárulni a közfinanszírozásához, mint annak, aki bankigazgató, vagy polgármester, vagy miniszter, vagy bárki más. Szóval épeszű ember ilyet nem mond, és főleg nem csinál, és nem véletlenül, hogy tőlünk nyugatra nincs sehol olyan hely, ahol egykulcsos adó működne. Amikor arról beszélünk, hogy megemeljük a béreket, akkor egy nagyon tudatos bérpolitikáról beszélünk, aminek számos eszköze van. Az egyik eszköze az, hogy újra adómentessé tesszük a minimálbért, annak érdekében, hogy a keresők kétharmada jól járjon, és az első perctől kezdve, hogy ezt meglépjük, 20-30 ezer forinttal növekedjen a fizetése. Ez egy nagyon fontos vállalás. Újra adómentes lesz a minimálbért. De azt is nagyon fontos elmondanunk, hogy ahhoz, hogy Magyarországon egy növekvő pályára kerüljenek a bérek, ahhoz az kell, hogy általában véve csökkentsük a munkavállalók kiszolgáltatottságát. Hogy visszaadjuk a szakszervezeteknek azt a jogot, hogy tudják képviselni az érdekeiket, és visszaadjuk az embereknek a jogot arra, hogy biztonságban legyenek. Magyarország szintén az utolsó helyen áll abban, hogyha valaki elveszíti az állását, akkor hány hónapig kap valamilyen támogatást, miközben az ő adójából, egy biztosításból finanszírozzuk ezt. Pontosan tudjuk, hogy a munkatörvénykönyve az valójában a tőke törvénykönyve, abban az értelemben, hogy nem a munkavállalók érdekeit szolgálja, hanem a munkavállalók kiszolgáltatottságát szolgálja. Egy olyan társadalmat szeretnénk építeni, ahol az az hétköznapi és nagyon egyszerű paraszti józanészre és belátható elv teljesül, hogy aki tisztességesen dolgozik, az meg tudjon élni a fizetéséből. És ehhez az kell, hogy ha a gyengéket akarjuk erősíteni, ha lent akarunk segíteni, akkor fent bizony többet kell elvárnunk. És most nem csak a személyjövedelemadó kulcsokról beszélek, mert azt gondolom, hogy túl adóztatni Magyarországon a munkajövedelmeket nem szabad, összességében csökkenteni kell. De van még itt sok minden, amit meg lehet adóztatni. Például Magyarországon a 10 legnagyobb nyerességességű vállalat egy hajszár adót nem fizet társasági adót. Semennyit. Ez részben azért van, mert annyira alacsony az adókulcs. A nagy multinacionális cégekről sokat beszél a kormány, szidalmazza őket, de közben a kertek alatt Európa legkisebb adókulcsát állította föl nekik. De még ezt a pénzt sem kell befizetni, mert a felcsúti akadémiára felállni a TAO kedvezményekből tulajdonképpen el lehet tüntetni ezeket a forrásokat is. De meg lehet még nagyon sok mindent adóztatni, például vissza kell hozni az offshore jövedelmek adóját. Ugye offshore lovagoztak folyton, aztán az első dolguk volt, hogy az offshore adót elvették. És ott vannak az óriás vagyonok, amiket meg kell adóztatni. Azokat a vagyonokat, amiket közpénzből hoztak létre, azok igenis fizessenek. Fizessenek a környezetszennyező cégek, az összes olyan technológia, ami tönkreteszi a környezetünket. És így akkor egyensúlyba tudjuk rakni az adórendszerünket. Könnyítünk lent, és nehezítünk fent, azért, hogy Magyarország ne a nagyvállalatok és az ügyeskedők számára legyen adóparadicsom, hanem az alacsony kereskedő emberek számára váljon azzá. Egy barátom egyszer azt mondta, hogy a vizes olimpián, vagy a vizes világbajnokságon indulnék, akkor ivásból kéne indulnom, úgyhogy most akkor gyakorlom ezt a műsorszámot. Zita, köszi szépen, elfejtettem, pedig nagyon fontos. Amikor fizetésekről beszélünk, akkor van egy másik igazságtalanság, amit jóvá kell tennünk, és ez szintén szerepel a programunkban, és a törvény erejével fogjuk kikényszeríteni. Ma Magyarországon a nők ugyanazért a munkáért 15%-kal kevesebb bért kapnak.
Ez a férfiaknak sem jó. Ez senkinek nem jó. Azért nem jó a férfiaknak sem, mert egy olyan ország, ahol a nők úgy érzik, hogy nem tudnak kibontakozni, az az ország nem lehet sikeres. Úgyhogy törvény erejével fogjuk kikényszeríteni, hogy Magyarországon a nők és a férfiak ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kapják. Közítem, hogy emlékeztettél rá. Négy évvel ezelőtt a Fidesz rezsicsökkentésről beszélt. Pontosan tudjuk, hogy valójában rezsinövelés történt. Itt ül velem szemben Tóth Berton, az MSZP frakcióvezetője, és ő kikérte az adatokat. Már 2014-ben sokkal nagyobb mértékben lehetett volna csökkenteni a rezsiköltségeket a világpiaci árak csökkenése miatt, mint amennyire ez megtörtént. Ma igaz, hogy már március van, de nagyon hideg van. Lehet, hogy ma az előző éjszaka is meghalt valaki a saját lakásában. Több mint 100 000 olyan ember van Magyarországon, az elmúlt években nem tudta fizetni a gázszámlát, és kikötötték a gázt a lakásából. Ezek az emberek nem biztos, hogy tudnak bármivel is fűteni, vagy ha igen, akkor a tűzifával kéne próbálkozniuk, aminek az ára az egekbe növekedett az elmúlt időszakban. Ráadásul azt is tudjuk, hogy egyszerre van jelen az elképesztő szűkösség és a pazarlás, amikor rezsiről beszélünk, hiszen a magyar lakások, családi házak, társasházak, az energiahatékonysága az Európai Unióban a legutolsó helyen áll. Egy fedelős rezsipolitikával arra ösztönöznénk az embereket, hogy minél kevesebb energiát használjanak, hiszen az a legolcsóbb energia, amit el sem használunk. És nem mellékesen egyébként ez a klímavédelem, a környezetvédelmi szempontjából is nagyon fontos lenne. A következő vállalásom az, hogy egy átfogó rezsipolitika keretében 50%-kal fogjuk csökkenteni a magyar háztartások rezsikiadásait. Egyrészt bevezetünk egy sávos rezsiköltséget, hatósági árakat úgy fogjuk meghatározni, hogy a legkisebb költésért kevesebbet kelljen fizetni, és az átlagfogyasztás 30%-áig, az átlagfogyasztásig 30%-kal csökkentjük a gázárát és 10%-kal a villamosenergiárát. De ez még mindig semmi, mert oda fogjuk adni azokat az Európai Uniós forrásokat, amiket az Európai Unió kifejezetten a magyar háztartásoknak szánt, hogy tudják csökkenteni a rezsikiadásaikat hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, a fűtés korszerűsítésével. Képzeljék el, hogy mennyi elképesztő mennyiségű pénzt pazarlunk el arra, hogy az utcát fűtsük télen. Ha ez a pénz ott marad a háztartásoknál, ott marad a nyugdíjasoknál, akkor nem csak az az előnye származik belőle az országnak, hogy ezek az emberek melegben tölthetik a teleket, hanem elképesztő mennyiségű pénzük marad arra, hogy a magyar gazdaságban megjelenjenek, mint fogyasztók. Ez ráadásul rengeteg munkahelyet is tudna teremteni. Erre mondom mindig azt, hogy a zöld politika ma már az nem a gazdag országok lusztusa, hanem a szegény országok esélye ahhoz, hogy felemelkedjenek. Ugye Orbánék úgy vannak vele, hogy mivel a szegénységre nem tudnak mit csinálni, megpróbálják eltüntetni. Megszüntetik a létminimum számítást, megszüntetik az ételosztásokat, a szegénység azonban ettől még nem szűnik meg. Az egyik legfontosabb dolog, amiért most én itt vagyok, és amiért politikus lettem, és amiért Zuglóban is küzdöttem az, hogy pontosan lehet tudni, hogy mit kell tennünk a szegénység visszaszorítása érdekében. 10 éve nem emelték Magyarországon a családi pótlékot. 10 éve. Pedig ez az a támogatási forma, ami nem a szülők jövedelméhez van viszonyítva, hanem minden gyereket egyenlő mércével mér. Ezt az egyenlő mércét kell erősítenünk a családpolitikában, ezért meg fogjuk duplázni a családi pótlékot. És azt a Zuglóban már működő szociális modellt, amiben mindenki számíthat egy szociális minimumra, és mindenki számíthat arra, hogy például a lakásfenntartási költségeihez hozzájárulást kapjon. Ezt a szociális modellt, ezt az zuglói szociális modellt, amit legutóbb egy konferencián éppen Ferge Zsuzsa dicsért meg, és azt gondolom, hogy a mai magyar szociális szakma példaértékűnek gondolja, és ez nekem nagy büszkeség arra, hogy ennek részese lehettem. Ezt a modellt fogjuk bevezetni országosan, és felére fogjuk tudni néhány év alatt csökkenteni a szegénységet Magyarországon, és ami már egy év alatt megcsinálható. A közétkeztetés reformján keresztül nem lesz olyan gyerek Magyarországon, aki éhesen megy el aludni. Nem lesz olyan gyerek, aki éhezik. Beszéljünk egy kicsit újra a gazdaságról, mert végülis azt a pénzt, amit elosztunk, azt a pénzt meg is kell termelni valakinek. Az elmúlt 30 évben
tele volt a padlás azokkal az ígéretekkel, amiket a kis és közepes vállalkozások kaptak Magyarországon. Ehhez képest a mindenkori kormányok és az elmúlt 8 év különösen gazdasági és munkahelyi teremtési politikájában elsősorban a nagyvállalatoknak kedvezett. Az volt a céljuk, hogy ide csalogassák a külföldi tőkét, és ebben értünk el komoly sikereket. De ma már Magyarország nem tud versenyezni sem a technológiában, sem az infrastruktúrában, sem a bérekben azokkal az országokkal, amelyek sokkal jobb, kedvezőbb lehetőséget biztosítanak mondjuk egy nagy multinak, hogy oda települjön. Ez a verseny egy gyilkos verseny ráadásul, mert ha leszorítjuk a béreket, akkor nem lesz miből az embereknek adót fizetniük, ha nincsen annak adók, akkor nem lesz pénz az oktatásra, és ott találjuk magunkat, hogy egy olyan rendszerben élünk, ahol egy lenyomott bérköltséggel, kiszolgáltatott munkavállalókkal próbálunk valahogy versenyezni a tőke kegyeiért. Az elmúlt 8 évben ezt a politikát a Fidesz csúcsra járatta, és kétszer annyi egyedi támogatást adott a multinacionális nagycégeknek, mint az előző 8 évben. Van olyan multinacionális cég, ami 32 millió forintot kapott egy munkahely létrehozásáért. Azt szeretném kérdezni, hogy ha bárki, aki egy kisvállalkozó itt van a teremben, vagy néz minket az ATV-ben, akkor ő 32 millió forintból hány munkáját tudott volna létrehozni? Hát biztos, hogy nem egyet. Ezért túl azon, hogy a bérnövekedés esetét, a bérnövekedés úgy fogjuk elérni, hogy ez ne legyen plusz teher a munkaadóknak. Ezen kívül olyan támogatási formákat fogunk kitalálni és létrehozni a magyarországi kis- és közepes vállalkozásoknak, hogy abban a egyre inkább a kreativitásra és a technológiára építő tudásiparban is helyt tudjanak állni. Akár úgy is, hogy az állam, mint egyfajta befektető, részt vállal a vállalkozások finanszírozhatóságában, és hogyha beindul az üzlet, akkor vissza lehet vásárolni az állami részt. És ami legfontosabb, hogy tudástranszfer kell. A magyar vállalkozásokat helyzetbe kell hozni, tájékoztatni kell őket, képezni kell őket, hogy tudják azt, hogy merre megy a világ, és tudják azt, hogy magas hozzáadott értékű munkáikat kell létrehozni Magyarországon, ahol az emberek többet keresnek, és kreatívabbak tudnak válni. Itt van a teremben Bajár Gábor, az egyik olyan magyar vállalkozó, aki azt gondolom, hogy példaértékű az egész magyar gazdaságfejlesztés szempontjából. Ő az, aki magas hozzáadott értékű, saját nemzeti tulajdonú és a politikai kapcsolatoktól függetlenül sikeres céget hozott létre. Sok ilyen céget szeretnék még Magyarországon. És végül a tizedik vállalásom. És ebből is vita lesz, én tudom. De én vállalom ezt a vitát, mert tudom, hogy ezt kell tennünk. Minden fórumon, ahol elmegyek, majdnem mindenhol megkérdezik azt, hogy rendben van, Karácsony úr, megnyerik a választást. De mit fognak kezdeni ezzel a sok fideszes fuszárral, akit ki van kétharmadban betonozva? Mit fognak tenni a kétharmados törvényekkel? Mit fognak tenni az alaptörvénnyel? Nekem erre van egy nagyon egyszerű válaszom. A nép erejével fogjuk ezeket elsöpörni. Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy meredek elképzelés. De én azt mondom, hogy írjunk ki egy népszavazást, ahol megkérdezzük az embereket arról, hogy egyetértenek az alaptörvénnyel. És ha nem, akkor mondják, hogy az alaptörvény semmis, állítsuk vissza a 89-es alkotmányt, és kezdjük el közösen egy új alkotmányt létrehozni, ami mindannyiunk közös otthonát, az új magyar köztársaságot fogja megalapozni. És mielőtt... Tudom, hogy sokan azt fogják mondani, hogy ez meredek. Lesznek jogászok, akik eljogászkodják ezt a dolgot, de szeretném mondani, hogy nagyon sok jogász ma már azt mondja, hogy ami Magyarországon van, az nem jog. Mert az a jog, ami a törvénytelenséget törvényesíti, az nem jog, és az minket nem kötelez. Orbán Viktor 2010-ben esküdtett a Magyar Köztársaság alkotmányára, és az első percben beletörölte a lábát. Én ugyanezt fogom tenni a Fidesz alaptörvényével. A magyar választópolgárok erejével fogom elsöpörni. És mielőtt azt mondanák, hogy ez lehetetlen, szeretném önöknek mondani, hogy 1958-ban egy De Gaulle nevű francia politikus megcsinálta. Egy jogi értelemben alkotmányellenes népszavazással létrehozta azt a francia köztársaságot, ami mai napig érvényben van, és Európa egyik legstabilabb demokráciája. Ha De Gaulle-nak ment, nekünk is menni fog, ne aggódjatok!
Ez tehát az a 10 vállalás, amit vállalok megválasztott miniszterelnökként. Ezt a 10 dolgot meg fogom csinálni. De kössünk szövetséget. Egy vállalás nektek is tennetek kell. És azoknak is, akik ezeket a pontokat akarják megvalósulni, látni ebben a hazában. Egy dolgot kérek, nem sokat. Április 8-án el kell menni szavazni. El kell menni szavazni, és be kell húzni az X-et a szociális demokrácia programjára. Nem csak egyszerűen arra, hogy Orbán Viktort elzavarjuk, hanem arra, hogy építünk egy közös országot. Egy olyan országot, ahol nincsenek első és másodrangú állampolgárok. Egy olyan országot, ahol mindenki számít, férfiak és nők, vállalkozók és munkavállalók, idősek és fiatalok. Erre az országra teszek én vállalásokat. Ennek az országnak a létrehozását vállalom. Egy dolgot kérek, hogy a hatalom embereit az emberek hatalmával közösen, veletek közösen cseréljük le. Azt kérem tőletek, hogy gyertek el és szavazatok, és arra kérek titeket, hogy azt a reményt, amit a hódmezővásári polgárok most megüzentek nektek mindannyiutak, ezt a reményt őrizzétek a szívetekben. És az első felvonás, a változás első felvonása legyen március 15, a legszebb magyar ünnep. Gyertek el! Március 15-ére, gyertek el délután 3 órakor a Szabadsághíd Pesti hídfőjéhez, és mondjuk el közösen azt, hogy talpra magyar, hia haza, itt az idő, most vagy soha. Köszönöm szépen!